most Sztársáv Extra Várkonyi Attilával és a 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágereivel Magyarország leghallgatottabb rádiójában. Önök a Retro Rádiót hallgatják, a legnagyobb retro slágerek szólnak itt a Retro Rádióban a 60-as, a 70-es, illetve a 80-as évekből. Egy újabb rádiós legenda itt a Retro Rádió stúdiójában, ezúttal sajnos csak telefonon. Szilágyi János, újságíró, műsorvezető, riporter. Szervusz János! Szia! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál. Hadd kérdezzem meg, hogy hogyan telik a karanténban töltött most már lassan 2 hónap. Hát úgy érzem, mint aki börtönben van, csak egy a szerencsé, hogy a börtönömet úgy rendezték be, mintha a lakásom lenne. Kísérteties a hasonlóság. Kísérteties a hasonlóság, de mégis abban érzem magam, mert nem mehetek ki, mert a feleségem az nem enged sehova. Nekem az útvonal engedélyem csak a konyháig szól. Úgyhogy sokat vagyok itt, de hát ki kell bírni. Dolgozol, csinálsz valamit ezekben a hetekben, hónapokban? Hát ráadásul még az sem, mert a 24.hu-nak csináltam ilyen podcastokat, de leálltunk vele, mert koronavírussal összefüggésben semmiféle más, én nem arról csináltam, más témát nem lehet bedobni senkinek, és ez már halálunalom, úgyhogy most e pillanatban éppen semmit nem csinálok. Milyen jó, hogy ide egész más témákat is be lehet dobni. Egyedi rádiós stílusával már az elmúlt évtizedekben is kitűnt, azonban ami nagyon érdekessé teszi ezt a dolgot, hogy vajon volt-e elődöd, vagy volt-e valaki? Mert ugye akkoriban nem volt azért olyan plurális sem a rádiós piac, sem a média, és nem is nagyon lehetett Angliába vagy Amerikába járni példaképekért. Hát nézd, az a helyzet, hogy nekem soha nem volt példaképem. Nagyon sok kollégát sokra becsültem, de olyan, hogy példakép, meg hogy jaj, úgy szeretném én is csinálni, meg megpróbáljam utánozni. Hát ilyen nem volt. Én tulajdonképpen a sikereimet, ha voltak ilyenek, az pontosan amiatt értem el, hogy én mindig abszolút magamat adtam. Tehát én mindig azt mondtam, amit gondolok, és mindig úgy mondtam, ahogy gondoltam. És ez akkor kilógott a sorból. Tehát én nem akartam megfelelni a főnökségnek, én nem akartam megfelelni a hallgatóságnak, én magamnak akartam megfelelni. És ha magamnak megfeleltem, akkor azt mondtam, hogy ez rendben van. János, melyik volt az első magyar rádiós megszólalásod, emlékszel erre? Arra abszolút emlékszem, először elküldtek riportra, meg különben először a hírszerkesztőségbe kezdtem, hogy kell hírt megcsinálni, akkor az emberrel még foglalkoztak, és rakták egyik rovatból a másikra, és amikor én riporter akartam lenni, és akkor a Kovarik Károly, aki egy nagyon ismert riporter volt, akkor később abszolút jó barátok lettünk, amellé beosztottak, és akkor mentem vele riportra ide-oda, de csak néztem, meg hallgattam, hogy ő mit csinál. És egyszer valami vadászaton voltunk, és akkor a Karcsi azt mondta, na, János, kérdezz valamit, és akkor nem tudom, megkérdeztem, hogy hány nyulat tetszett lőni. Irtó izgatottan hallgattam a rádiót, másnap akkor ment a műsor, hogy benne van-e a kérdés, és benne volt, és nagyon büszke voltam magamra. De erre abszolút emlékszem. Az első rádió műsorod, tehát amikor önállóan először rádió műsort vezettél, az melyik volt? Hú, ez nagyon nehéz megmondani. Azt tudom pontosan megmondani, hogy melyik volt az a rádió műsor, ami egy sorozat volt, a Táska Rádió, ami minden vasárnap ment, és azt minden vasárnap más csinálta. És én egyszer azt mondtam egy ilyen osztály értekezleten, hogy milyen hülyeség, hogy egy műsort egy embernek kéne csinálni. És véletlenül magamat javasoltam. És az nagyon beütött. Abba volt először, hogy az emberek megérezték, hogy itt egy abszolút közvetlen, természetes, őszinte ember ül a mikrofonnál. Kollégák, ez felvétel volt, mert vasárnap nem volt kedvem bejárni, de úgy vettük fel, hogy ha bármi baki történt a szónak technikai vagy szó szerinti értelmében, akkor nem álltunk le. Tehát én azt mondtam, hogy most nem tudom, énekel Frank Sinatra, és fölraktak egy harangozó teri lemezt, akkor nem megálltunk, hanem azt mondtam, gyerekek, nem ezt mondtam, vegyétek le, nincs meg a lemez. Akkor kiszóltak, jaj, bocs, és ez benne maradt a műsorban. És ettől teljesen élőnek tűnt, úgyhogy sok vágytűnő kollega megkérdezte, hogy te ilyen hülye vagy, vasárnaponként bejársz, 2-től 3-ig ebéd időben bemész műsort csinálni. Mondtam nekik, nem, ez pénteken készült. Tehát ez volt az első műsorom a Táska Rádió. Táska Rádió akkoriban az egész ország számára elérhető volt, és nagyon-nagyon sokan hallgatták. Milliós hallgatottsága volt egy műsornak. Ez egyébként mai füllel vagy mai ésszel teljesen felfoghatatlan, hogy egy rádiót milliók hallgatnak egyszer egy időben, úgyhogy odafigyelnek. Tehát ezt úgy tessék
tessék elképzelni, hogy családok körbe ülték a rádiókészüléket és hallgatták a rádióműsorokat. Mikor lett arcod, János? Mert egy rádióshoz azért nehezen tudnak arcot csatolni az emberek. Ez egy nehéz kérdés, és nehéz is rá válaszolni, mert gondolom, hogy arcom akkor lett, mikor elkezdtem tévézni. Tévében van, hogy látják az embert. Különben az ismertek engem, mint rádiós, mert azt mondták, hogy a hangom egy nagyon jellegzetes hang, és azt meg lehet ismerni. Ugye a közérbe kértem 10 dek a Parizet. Jaj, ugye maga a Szilágyi úr. Hát mondom, igen, én vagyok a Szilágyi úr, csak akkor valamivel vastag a Parizet vágtak le. De a tévében, mikor elkezdtem dolgozgatni, számítom én ezt. Elérkeztünk ahhoz a műsorhoz, amelyről azt hiszem a legtöbben ismernek téged, ez a Halló, itt vagyok. Kinek az ötlete volt, hogy alakult ki, és mennyire volt ez könnyű elindítani? Kérlek szépen, a szórakoztató osztályon dolgoztam akkor a rádióban, és annak a főnökével, meg a főnök helyettesével én abszolút baráti viszonyban voltam, tehát mindent megbeszéltek velem, és egyik ilyen ebédeltünk együtt, és akkor azt mondják, te kéne egy ízni, egy, mondták az elnökségen egy késő éjszakai műsor. És akkor mondtam, gyerekek, csináljunk egy ilyen telefonos műsort, hogy bárki betelefonálhat bármilyen problémával. És természetesen szerényen magamat ajánlottam, és ezt elfogadták. A műsor elején az volt a problémám, hogy egy-egy beszélgetésnek hogy vetek véget, mert ezek felvételek voltak. Mindenki azt hitte, hogy élőben megy, de ez nem élőben ment, mert rengeteg uncsi volt közöttük, de tény és való, hogy ennek hihetetlen sikere volt, ilyen hiszterikus sikere, ami engem megzavart. Nem tudtam olyan társaság elmenni, hogy ne erről kérdezzenek. Rengeteg pénzt is kerestem ezzel, mert millió helyen hakniztam, gyárakba, kultúrházakba, egyetemeken tartottam előadást, és sok ilyenen részt vettem. Tehát nagyon-nagyon ismert és keresett műsor volt, a hallgatott műsor volt pontosabban, és nem tudtam rájönni, hogy ennek mi az oka. Aztán később rájöttem, hogy valószínűleg, hogy én azt mondtam a betelefonálónak, amit gondoltam. Nem amit illik, nem amit elvárt volna, hanem ahogy én reagáltam. Mit tudom, emlékszem, ez volt egy nő, aki jaj, és a Szilágyi úr, kiállok a temetőbe már, mert hónapok óta a szegény férje, mert azt mondtam neki, azt mondjam, ha nem hagyja abba a sírást, tegye le, mert egy büdös szót nem értek. Rögtön rendesen tudott beszélni. Szóval a lényeg az, hogy ott is teljesen magamat adtam. És ugye olyan történetek jöttek elő attól, hogy anonim volt, mert senkinek nem tudott bemondani a nevét, hogy olyanokat elmondtak az emberek, hogy később maguk sem hitték el. A nagy kérdés hátra van. János, hiányzik a napi heti rádiózás? Hát már nem. Már elég régen abba hagytam. Nem hiányzik. Gyakorlatilag én mostanában, ha nincs karantén, akkor interjúkat írok. Ilyen nagyobb folyóiratoknak, amit nagyon élvezek csinálni. Szeretek interjúkat írni, és hát meg vannak vele elégedve. Ezt nagyon szeretem csinálni, de a rádiózásra már nem vágyom. Miért? Hát nem nagyon tudok válaszolni neked, hogy miért, mert eleget rádióztam, öreg lettem, más világ van, ebben a világban nem tudnék úgy rádiózni. A legutolsó ilyen rádiós szereplésem, hogy Miskolcra elhívtak egy rádióba, hogy ott csináljak műsort. Most ez a rádiónak a nevére már nem emlékszem, ez legalább 10-15 éve volt. Nagyon jól megfizették, lementem, és kiderült, hogy elkezdtem valamit csinálni, telefonáltam, vagy beszélgettem. Valaki mondták, állj, reklám, állj, zene, állj, reklám, állj. És akkor a harmadik alkalommal azt mondtam, gyerekek, én fél pénzért otthon maradok, lehet az? Semmi értelme, hogy itt lejöjjek, és akkor mondták, hogy hát a reklám, nagyon sok reklámuk volt, és akkor mondtam, hogy én csinálok egy reklámműsort, ami műsor. És akkor hazafele a vonaton kitaláltam egy olyan műsort, hogy be lehet telefonálni, és bármit lehet reklámozni. Ha te mondjuk, te betelefonáltál volna, hogy eladó a zakód, akkor jött volna egy riport, hogy és milyen állapotban vagy te, hogy el kell adnod egy zakót, miért kell pénz, stb. Tehát csináltam volna egy interjút, és a végén azt mondtam, és ezt meg is csináltam egyébként, hogy most 30 másodperce van, mondja el a hirdetését, hogy ilyen színű zakó, ennyire és ennyire ilyen méretben eladó. És persze csináltunk ilyen beosztást, hogy csak kóla hirdet, akkor sok pénzt kérünk, ha Mari néni a macskáját elveszette, akkor azért neki keveset kell fizetni. És volt még egy dolog ebben, hogy becsületpénztár volt. Tehát azt mondtam, hogy kérem a rádiónak ez a bankszámla száma, ez a címe, vagy adják föl, vagy hozzák be.
nem írtuk föl senkinek a nevét. És összesen, ez lement 6 ilyen műsor, egy órás volt, összesen 2 ember nem fizetett. Ez jó, ez beszédes. És ezt speciál nagyon élveztem is. És ennek miért lett vége? Untam lejárni, egész egyszerűen befejeztem a dolgot. János, én nagyon hálás vagyok, hogy rendelkezésre álltál. Szeretném folytatni, ha megengeded ezt a beszélgetést, mert még sok minden lemaradt. Oké, nagyon szívesen. Köszönöm szépen, legyen csodálatos szia. Napod és kitartás. Szervusz, minden jó. Szia. Köszönjük szépen, szia. A 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágerei. Retro Rádió.